Figyeljük meg! Köszönöm a kedves testvérek! Mindannyiunk számára lehet ismerős lehet az a vicc, amikor Móriczka nézi a plébánost a képen, Szeget ver a falba, és megkérdezik tőle, hát miért nézed a plébánost olyan bőszen, Móriczka? És Móriczka annyit válaszolt, hogy mert ha majd rácsap a kalapácsával a kezére, kíváncsi vagyok, mit fog mondani. Úgy gondolom testvérek, hogy épp ez a vicces történet megfelelő üzenetet hordoz, vagy megfelelő alkalom arra, hogy megértsük a mai vasárnap üzenetét. Főképpen úgy, hogy a mai nappal kezdődik el Lizői Szent Teréz 9-e is, amely az ő ünnepével október 1-én zárul. Figyeljük meg! Hangzik az olvasmányban is a gonoszok ajkáról a szó. Figyeljük meg az igazat! Mert ha ő Isten szentjének mondta magát, akkor az Isten biztosan kiáll érte. És kedves testvérek, bizonyal igazat adnak nekem abban, hogy még munkahelyünkön, vagy bárhol, amikor kilépünk a megszokott családi otthonunkból, még azért próbálunk viselkedni, de otthon, ott igazából magunk vagyunk, ott igazából vagyunk azok, akikből kijön minden. Pont a szeretteinket bántjuk meg a legtöbbször, azokat, akiket a legjobban szeretjük. És az olvasmány emlékezve éppen ezért, hát az Úr Jézus, aki a Szent Isten, a mindenható, a mindentudó Isten, hát őt mennyire zavarhatták nem csak az emberek, illetve nem az emberek, hanem a bűnök, de a tanítványoknak az értetlensége. A mai olvasmányból, hogy nézzük meg a Szentet, hogy próbáljuk ki az ő türelmét, szelítségét, az apostolokról szól. Az apostolok, akiket az Úr kiválasztott, 3 éven át velük együtt volt, tanította őket, a csodákkal megerősítette az ő tanítását, folyamatos értetlenségükkel, földhöz ragadt gondolkodásukkal, versengésükkel ingerlik a megtestesült Fiú Istent, Jézust. Idegesítik, irritálják őt. És mégis nézzük meg, figyeljük meg, hogy az Úr Jézus miként reagál az apostolok gyalóságaira. Az első, amit látunk a mai evangéliumban, hogy az Úr Jézus ismételten elmondja a múlt vasárnapi szenvedésének a proféciáját, hogy az ember fiának szenvednie kell, meghal, eltemetik, de feltámad. És a tanítványok, mivel másodszor hangzik el, nem értik. A múlt vasárnap ellenállással találkoztunk, hogy ez nem történhet meg veled. Ma pedig, hogy nem értik, sőt, közömbösek Jézus fő üzenete, Jézus tanítása, Jézus küldetése irányába. Közömbösek. És ha gondoljuk be, hogy az Úr Jézus számára ez micsoda idegesítő, micsoda irritáló volt, hogy pont az új családja nem érti őt, sőt közömbösek, mert az úton egészen másról beszélnek, arról, hogy ki az első. Mi hogyan reagálnánk, amikor először, másodszor, harmadszor, amikor készülünk valamire? Az Úr Jézus tanítani akarta az apostolokat, de ők nem voltak rá készek. Mi hogyan reagálnám, amikor valami nem sikerül? Vagy amikor idegesítő, irritáló, unszimpatikus emberekkel találkozunk, amikor valami nem sikerül? Betelt a pohár, nekem elég volt, most már elég. És más akár nyomdát tűrő, vagy nyomdafestéket nem tűrő szavakkal, de sokkal inkább az indulattal, a düvel, a haraggal, az azonnali odavágással,
amiről ugye hallottunk a Szentleckében, hogy az emberi harag, az emberi düh nem old meg semmit, csak békétlenséget, csak zavart, csak még nagyobb zűrzavart hoz. Mi úgy reagálunk, mint éppen Szent Jakab apostol, aki a mai Szentleckét írta, amikor a szamaritánusok nem fogadták be Jézust. Küld rá rájuk a villámokat. És éppen Jakab feltámadás után már azt írja, hogy ez a düh, ez a harag, a türelmetlenség nem old meg semmit, sőt, inkább viszájára fordítja a dolgokat. És mit tesz az Úr Jézus? Mit látunk a mai evangéliumban? Hogy az apostolokkal, akik nem értik, akik már közömbösek, akik idegesítik a Szentet, az ő tudatlanságuk, vakságuk, az ő földhöz ragadt gondolatuk idegesíti, irritálja a Szentet, az Úr Jézus csendben halad velük az úton. Nem is veszik észre, hogy Jézust zavarja az apostolok szívének keménysége, mert benne, Jézusban nagyobb szeretet él, mint a tanítványok értetlensége. A mai egész evangéliumban csodálatos békesség árad. Ő csendben halad a tanítványokkal, amikor megérkeznek Kafarnaumba, akkor tapintatosan, senkit meg nem bántva megkérdezi, miről vitatkoztatok az úton, leülteti őket, és elbeszélget velük. Jézus az Isten irgalmas, az irgalmas Isten arca. Benne azt látjuk, hogy Isten az emberekkel végtelenül türelmes. Türelmes akkor is, amikor nem csak másodszor, de harmadszor sem értik meg. Türelmes akkor is, amikor újra és újra, akár vakságukban, lustaságukban, langyosságukban ugyanazokat a bűnöket követik el, Isten türelmes a büntetésben, ahogyan az Ószövetségben olvassuk, és Isten türelme abban is megnyilvánul, hogy időt ad nekünk a változásra. Isten irgalmas. És ez az irgalom jelenik meg az Úr Jézusban, akit nem érint a tanítványok értetlensége, mert a szíve tele van a gyarló tanítványok iránti végtelen irgalommal, szeretettel. A türelem Isten irgalmasságának egyik legfontosabb tulajdonsága. Ezért mondja Szent Pál a szeretet himnuszban rögtön első helyen, hogy a szeretet türelmes. És kedves testvérek, nem de ezt látjuk Lisiói Szent Teréz életében is. Csak egyetlen egy példát hozzak fel a sok-sok közül, akik olvastuk az ő önéletrajzát, tudjuk, hogy volt egy alkalom, amikor a számára unszimpatikus nővér már ott bent a Kármelben, folyamatosan, amikor mosták a ruhákat, a szemébe fröcskölte a szappanos vizet. Mi mit tennénk rögtön? Hadd már abba, elég volt, és stb. Szent Teréz türelmes volt, és nem mutatott semmilyen ellenállást. Nem mutatta meg a sértődöttségnek, a szem csípésének a jeleit sem. Sőt, még inkább odafordult a szappanos víz felé, mert benne olyan béke élt, Lisiói Szent Teréz, olyan béke élt, amely békét Isten irgalmassága, Szent Teréz irányában tanúsított türelme hozta meg, és ezt a békét az emberi gyarlóság nem érinthette. Isten irgalma a türelemben mutatkozik meg. A másik, amit látunk, hogy a Szent Isten, a minden ható Isten, aki Jézusban közöttünk járt kell, azt látja, hogy az apostolok nem az ő tanítása szerint élnek. Hogy nem neki adnak igazat, mert arról vitatkoznak az úton, hogy ki a nagyobb. Hát Jézus 3 éves
útja alatt nem tanulták meg, hogy Jézus nem az ént állítja a világegyetem középpontjába, hanem Isten és a fele barátot. És a tanítványok még mindig azon töprengenek, hogy ki a nagyobb. Péter, aki Mesiásnak vallotta, János, akit az Úr Jézus különlegesen szeretett, Júdás, akinél a pénz volt. Ki a nagyobb? És Jézus mit tesz, amikor látja, hogy a tanítványok tetteiben nem adnak neki igazat? Mi mit tennénk? Leültetnénk az embert jobb esetben, és felére és fejére olvasnánk az igazságot. Vádolnánk, személyeskednénk. Az apostolok is, amikor Jézus leültette őket, gondolom, azt gondolták, hogy na most jön a fejmosás. És Jézus nem korbácsol, Jézus nem vádaskodik, hanem példát ad. A szolgálatra hív, hogy aki első akar lenni, legyen az utolsó. Aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Jézus a mai evangéliumban annyira alázatos, hogy nem is mutat magára, hogy nézzetek, mint én, legyetek olyanok, mint én, te Péter, meg János, Jakab. Fejére tudta volna olvasni, hogy mit csináltak, hogy miben vétkeztek. De az Úr Jézus leülteti őket, és elkezd velük beszélgetni, példát ad nekik, de ebben a példaadásban, a szolgálatban ő maga jár elől. Vagyis, testvérek, az az irgalmas Isten jelenik meg Jézusban, aki végtelenül alázatos, aki maga mossa meg a tanítványok lábát, aki maga teljesíti a legnagyobb szolgálatot azzal, hogy hogy a világot megváltja. Jézus nem diktátor, ő nem hatalmaskodik, ő alázatos. Isten irgalmas, Isten alázatos. És nem, de ezt látjuk Lisztyű Szentteréz életében is, amikor az egyik, a legunszimpatikusabb, idősebb nővér, aki folyamatosan kritizált mindenkit, éppen Szentteréz volt az, akinek megengedte, hogy felsegítse és elkísérje őt az étkező asztalhoz. Folyamatosan kritizálta Teréz. Most gyorsabban, lassabban, nem bírom, magasabban emeljen. De Teréz csendben szolgálta őt. Nem Teréz volt a szívének a közepén, hanem alázatosságban, amit Krisztustól megtapasztalt, aki mindennél jobban szerette őt, ezt a nővért szolgálta, aki nem volt rá méltó, nem volt rá alkalmas. És a harmadik gondolatunk a mai evangéliumban, hogy mit tesz a mindentudó Isten. Láttuk, a Szent Isten türelmes. A mindenható Isten abban mutatja meg a mindenhatóságát, hogy alázatos, hogy szolgál. És mit tesz a mindentudó Isten, aki belelát mindannyiunk szívébe? Egy gyermeket állít az apostolok elé. Miért egy gyermeket? Mert nem, de a gyermeknek nézzük el a hibáit. Nem, de azt mondjuk, hogy hát ő még gyerek, majd megtanulja, majd bennő a feje lágya. Az apostolok, amikor újra és újra visszaesnek bűnükbe, azt gondolnák, hogy na most a Jézusnak megvan rólunk a véleménye, biztos elítél bennünket, és mi is ilyenek vagyunk, hogyha másik valamiben kárt okoz nekünk, megbánt, megsért minket, és sorolhatnánk, megvan róla a véleménye, és elítéljük. De a gyermeket senki nem ítéli el, a gyermeket mindenki felmenti. És nem, de ez az Úr Jézusnak ez az irgalmassága, hogy ő nem elítél, hanem mindenkiben megkeresi, megtalálja a jó tulajdonságot, hogy ő úgy bánik velünk, mint a gyermekekkel,
akiket felment. Nem, de ez jelenik meg a keresztfán is, amikor azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az irgalmas Isten abban a Jézusban jelenik meg, aki nem elítél, hanem felment. Abban a Jézusban jelenik meg az ő végtelen szeretete, aki újra és újra azt keresi, hogy mi a jó benned. Benne nem fekete és fehér az élet. Ő azt nézi, ami jó benned, és azt akarja belőled kihozni. És Szent Teréz életében is, testvérek, ugyanezt látjuk, amikor az ő testvére az ő testvére úgy lett a Kármelnek a rendfőnöke, vagy a háznak a perjelnője, hogy maga, hogy a másik jelölttel szembe állította az egész közösséget, és Teréz ezt tudta, hogy az ő nővére ilyen csellel került a Kármel érére, az önéletrajzában egyetlen egy rossz szót nem szól a testvéréről, sőt, agyon dicséri már túlságosan is. Nem elítéli, hanem éppen azzal, hogy továbbra is jó szándékkal közelik feléje, azzal, hogy a jót hozza ki belőle, előkészíti az utat testvére számára a későbbi megtérésre, aki bűnbánatot tartott és lemondott a Kármel első helyéről. Jézus nem elítél, hanem az irgalmasság szemüvegén át felment téged, és úgy bánik velünk, mint gyermekkel, akivel az ember türelmes, akit az ember szolgál, és aki folyamatosan felmenti a gyermeket. Kedves testvérek, Jézusnak nem jön össze ma, hogy tanítsa az apostolokat, és mégis ma ragyogó példát ad az irgalmasságra. Mi a lényeg? Hogy Jézusnál legyünk. Éppen ha Jézussal együtt van a bűnös ember, akkor érti meg, éli át, tapasztalja meg, hogy az Isten irgalmas, hogy az Isten velem türelmes, az Isten alázatos, és hogy az Isten engem mindig felment. Hát adja Isten, hogy mindig Jézusnál maradjunk, és ezt az irgalmasságot befogadva próbáljunk mi is családunkban, környezetünkben az irgalmasságnak, a türelmességnek, az alázatnak, a szolgálatnak és a jó szándékú tekintetnek a tanulság tevői lenni. Jézusnál kell lenni, és szépen lassan átalakul az ember. És a napokban hallottam egy nagyon jó történetet Belovics Gábor fiatal jezsuita atyától, amely történet segítsen bennünket, hogy mindig Jézusnál maradva, belőle táplálkozva, valóban át tudjunk alakulni. Az este egy öreg indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden népben és minden emberben zajlik. Azt mondta, fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a rossz, a düh, az irítség, a féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, bűntudat, harag, kisebbségrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az egó farkasa. Másikuk a jó farkas. Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, együttérzés, nagylelkűség, igazság, empátia és a hit farkasa. Az unoka elgondolkodott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját. És melyik farkas győz? Az öreg indián mosolyogva csak ennyit válaszolt. Hát az, amelyiket eteted.